Sok szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a mai szép napon, amikor egy olyan pillanathoz érkeztünk, amikor valóban átadhatjuk a 3401-es utat, amire már rendkívül régóta, hosszú idő óta várunk. Hosszú évtizedes lemaradást sikerül most pótolni, hiszen ez a 3401-es út egészen pontosan a 4-es Lattanya felőli kijáratától egészen Kumadarasig tart, és az itt tartózkodóknak és a kedves televízió nézőknek sem kell elmondom azt, hogy milyen áldatlan állapotban volt ez az útszakasz. Gyakorlatilag már csak egy nyomvonal volt, alig-alig volt járható, pedig fontosságát nem kérdőjelezheti meg semmi, hiszen ha más nem mondok, egy nagyon fontos kereskedelmi útvonal, vagy éppenséggel a 4-es felől ezen a részen, ezen az útszakaszon lehet megközelíteni a tiszatavi régiót. Én azon csodálkozom, hogy a hosszú évtizedek alatt, amíg ez az út mondhatni már nem volt járható, nem történt valami komolyabb baleset. Ez csak szerintem a Jóistennek köszönhető, meg a nagy-nagy odafigyelésnek, és nem is értettem igazán pontosan, hogy miért van szükség a különböző lassító táblákra, 30-40-60 kilométeres sebességkorlátozó táblákra, mert mindenki a józan eszére hallgatva nem is igazán tudott volna gyorsabban haladni. Bevallom őszintén, a hosszú évtizedek alatt én már azon is gondolkoztam, hogy mint magánember beperlem a magyar államot, és nem akarok most ünneprontó lenni, hiszen olyan mértékben amortizálódnak az autók ilyen útszakaszokon járva, ami egy plusz rész, egy plusz terhet ró, a anyagi terhet ró a gépjármű tulajdonosok számára. Hál' Istennek mindez a múlté, átvehettük az utat, gyakorlatilag már használhatjuk régóta, és azt kell mondjam, hogy közmegelégedésre. Azt gondolom, hogy az itt élők és a környező település lakosai mindjárt erre a pillanatra vártak, illetve azzal a pár nappal ezelőtti pillanatra, amikor igazán megindulhatott a forgalom ezen az úton. Nagy elmaradás volt ez, ahogy a polgármester is mondta, de nem csak itt vagyunk nagy elmaradásban, hanem az egész megye területén. Közel 50 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy a legrosszabb állapotban levő megyei alsóbrendű úthálózatot ki tudjuk javítani. Vele kell gondolni, hogy ez nem egy egyszerű feladat, nem megy máról holnapra, de én arról szeretnék mindenkit biztosítani, hogy természetesen folytatni fogjuk, hiszen nem szabad megállnunk egy-egy út megjavítása után, hanem a hozzá kapcsolódó utakat és a legrosszabb állapotban levő utakat javítanunk kell. Olyan minőségben kell javítanunk, mint ahogy ezt az utat is megjavítottuk, és olyan minőségben, mint ahogy a megyében még számtalan utat sikerült az elmúlt időszakban megjavítani és átadni, hogy csak itt a környékről mondjak egyet, hamarosan a Tisza-Gyenda-Kunhegyes út átadása is meg fog történni, aminek az ott élők nagyon örülnek. És hát természetesen ennek az útnak gondolom, hogy nem csak a karcagiak és a kumadarasiak örülnek, vagy a beregfürdőiek, hanem azok is, akik mondjuk beregfürdőre érkeznek turistaként, és azok is, akik Abátszalók felé mennek tovább turistaként. Azt gondolom, hogy legfontosabb ennek az útnak az átadása kapcsán, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk arra, hogy bár az út jó lett, de közlekedni attól még figyelmesen kell. Én idefelé jövet, éppen el tudtam kerülni egy közlekedési balesetet csak azért, mert a másik fél az úgy gondolta, hogy ő akár a leállósávon vagy a bekanyarodósávon is előzhet. Tehát nem elég az, hogy mi megjavítjuk az utakat, nem elég az, hogy kihelyezi a közútkezelő a megfelelő közúttáblákat, nekünk embereknek is oda kell figyelni egymásra, és oda kell figyelni arra, hogy betartsuk a szabályokat. Én azt kívánom mindenkinek, hogy balesetmentesen a szabályok betartásával közlekedjen ezen az úton, és akkor tényleg mindenkinek csak örömet és boldogságot fog okozni. Köszönöm, hogy meghallgattak. A társaságunk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minél nagyobb úthálózatot tudjon megújítani. Összesen több mint 31 ezer kilométernyi útszakaszon dolgozunk, úthálózaton dolgozunk, amelyek nagy része leromlott, és célunk az, hogy minél előbb értékben tudjuk ezeket felújítani. Ráfért erre az útszakaszra is már a felújítás, a patka kicserélése, a burkolat kicserélése, az átereszek, valamint a táblák megjavítása. Több mint 16 kilométer hosszon újították meg a kivitelezők ezt az útszakaszt, 2,7 milliárd forint értékben. A burkolat felújításra került,
a patkarendszer is megerősítésre került, áteres rendszerek kerültek megjavításra, a táblák ki lettek cserélve, tartós útburkolati jelet kapott az út, és úgy hiszük, hogy ezt egy modern európai színvonalon tudjuk átadni a közlekedőknek. És bízunk benne, hogy minél tovább tudják ezeket ezt az útszakaszt is, meg a többit is használni. Társaságunk a jelen beruházást ezt a regionális operatív programok keretében végezte el. Ezen programok keretében az idei évben 247 km szakaszon tudunk utakat felújítani. Nagyon fontos ez számunkra, mivel ezáltal európai színvonal utakon tudunk közlekedni majd. Ebből a 247 kilométerből a Jász-Nagykun-Szolnok megyére 75 km nyúl szakasz jut, kb. 7 milliárd forintos beruházási értéken. A regionális operatív programokon kívül a társaságunk több uniós projekt keretében is újít fel utakat. Ez a közlekedés operatív programok keretében például 13,5 milliárd forint értékben tudunk majd gyorsforgalmi úthálózatot felújítani, 11,4 milliárd forint értékben tudunk közlekedésbiztonsági beavatkozásokat végezni országos közúthálózaton, valamint 500 millió forint értékben tudunk majd baleseti gócpontokat megszüntetni országos szinten. Ez körforgalmat jelent, járdaszigeteket és minden olyan útszakasz megújítását, ahol korábban nagy balesetveszélyes helyek voltak. Hogy ne csak az utakat tudjuk felújítani, ezen kívül 8 közúti hídat tudunk ennek a program keretében is felújítani, valamint több mint 300 kritikus útszakaszt tudunk megújítani a nagyfelületű és nyomvájuk megszüntetése projektből, ami 34 milliárd forintból teszi lehetővé, hogy országos szinten még több utat tudjunk felújítani. Ezen kívül még kaptunk forrást 1,2 milliárd forint értékben zajvédelmi projektek végrehajtására az országos közúthálózaton. Ezúton szeretném megköszönni az itt élők, a közlekedők türelmét, hogy az út elkészülhetett, és kívánom mindenkinek, hogy ezt az utat nagyon hosszú ideig használja. Hát azt hiszem, a közútkezelőnek annál nagyobb mindent nem kell, mint egy új út építése, vagy egy régi út felújításának kapcsán az átadás. Ebben nagyon sokat segített rajtunk az, aki a pályázatot megnyerte, a Strabag általános építő Kft., aki ilyen minőségben, mint ahogy az előttem szólók elmondták, tudta ezt az utat felújítani. Ez a felújítás is, mint minden egyéb felújítás, először bontással kezdődött. Itt a teljes felületből 4 cm aszfaltot le kellett marni, ami elhasználódott, hiszen az utolsó felújítás, nagyfelületű burkolatjavítás is 25 éve zajlott, és voltak olyan felületek, aminek ez 35 éve nem nyúlt hozzá senki. Ezek után sikerült egy olyan színvonalú útat átadni a közelmúltban, aminek még nehézséget jelentett az is, hogy szeptember 3-án volt a munkaterület átadása, tehát nem éppen a legideálisabb időpontba és időszakba javították meg ezt a burkolatot. Idén, június 11-én volt a készrejelentés, és azóta használhatják a lakosok, meg az átutazók azt teljes felújult minőségében. Nem csak az utat, hanem az út melletti buszöblöket és a buszöblök peronjait is felújították. Karcak területén belül pedig, ahol éppen szükség volt, ott kiszélesítették a kisebb ívű kanyarokat is. Azon kívül a patkát, ahol ráhajtottak volna a kamionosok, meg az egyéb tehergépjárművezetők, és pillanatok alatt kiárták volna, ott meg kőburkolattal látták át. Tehát most minden paraméter megvan arra, hogy ez az út teljes megelégedésére legyen annak, aki használja. Természetesen, ahogy Boldog István útügyi biztos úr is elmondta a beszédében, arra kell kérnünk mindenkit, hogy úgy közlekedjen rajta, hogy tudjon is megállni, és ne ütközni, vagy az árokba hajtani. Tehát mindenkinek kívánok én nagyon jó minőségű úton való balesetmentes vezetést és közlekedést. A Karcak-Kunmadarasi út 16 kilométeres felújítása, ami mindenképpen egy jelentős
munka, hiszen 2,7 milliárd forintos uniós forrásból valósul meg, újra járhatóvá, sőt kiemelkedően jó minőségűvé tette ezt a fontos észak-déli közlekedési tengert, amelyen itt most is láthatjuk, hogy óránként rendkívül sok gépjármű halad át. Ez biztosítja például Nagyvárad-Eger összeköttetését, sokan járnak külföldiek az üdülőhelyekre, a Tiszatóhoz, Berekfürdőre, amely a térség legnagyobb gyógyfürdője, és a kereskedelmi, gazdasági jellegű forgalom is nagyon magas. Sőt, a gazdák is igénybe veszik ezt a útvonalat. Én örülök annak, hogy sikerült megvalósítani a felújítást. 2013-ban kezdődött ez a munka, és szeretnék egy kis történeti visszatekintést adni arra, hogy vajon miért 2013-ban, és mondjuk miért nem 2003-ban valósult meg ez a fejlesztés. Hiszen, ahogy elhangzott, itt jóformán egy emberöltő óta nagyobb felújítás nem volt. Én emlékszem arra olyan 90-92 környékén, hogy volt egy ilyen felületi lezárás, és már akkor mondták, hogy hát ez most meg lesz 4-5 évet kibírés utána jöhet a felújítás. És tisztelt hölgyeim és uraim, ez a Kunmadaras út kiküzdötte magának az első helyet a megye legrosszabb minőségű útjai listáján néhány év alatt. Már 2000 környéken is az első helyen szerepelt, amit fel kell újítani. Hát vagy volt pénz, vagy nem volt pénz, mindig ott anyázott, és legalább kétszer volt olyan állapotban, akik annak idén a megyei közgyűlésben dolgoztunk, vagy közügyekkel foglalkoztunk, emlékezhetünk erre. Hát kétszer volt már olyan állapotban, hogy következő évben meg fog kezdődni a felújítás. De mindig voltak valakik, akik egyfajta ilyen vidékromboló politika jegyébe közbeszóltak, hiszen ez a út nem csak Karcagnak és Madarasnak fontos, hanem mögötte az egész Tiszató térségének, és a megye észak-keleti része ezen keresztül közelíthető meg a 4-es főút irányából. Tehát mindig voltak, akik közbeszóltak. Vadai Ágnes, MSZP-s képviselő, azért ne hagyjuk ki ebből a körből, Szekeres Imre, Tokár István és társaik voltak azok, akiknek nagyon fontos volt ez a vidék, de hogyha tényleges fejlesztésről volt szó, akkor mindig volt még fontosabb. És nem akarok senkit se alaptalanul vádolni, de azért két alkalommal volt olyan döntés, amikor lekerült az út az első helyről, sőt, átkerült máshova az a pénzösszeg, amiből itt lehetett volna építeni, véletlenül a jársságra. Sőt, olyan is volt, amikor a jársságban azt mondták, hogy személy szerint én akadályoztam meg egy jársági útépítést azért, hogy ide kerüljön a keret. De egyébként itt se épült meg az út, ezt jól láthatjuk, mert 2013-ban indultak a munkák. Tehát azért ez is hozzátartozik az igazsághoz, hogy itt, akik jelen vagyunk, akartuk ezt a fejlesztést, míg voltak mások, akik gátolták, akiknek nem volt fontos, akik szavakban mindig elmondták azt, hogy a vidék fejlesztése meg a város fejlődése mennyire lényeges nekik, de amikor dönteni kellett, akkor máshol tették le az X-et, máshol más előterjesztést javasoltak vagy írtak alá. Hát ezen túl vagyunk. A mostani szűkös anyagi forrásokra alapozott útfelújításoknál a logika, a megközelíthetőség, a vidék fejlesztése, az, hogy tényleg a legrosszabb utakat újítsuk fel, és folyamatosan haladjunk előre, hogy valamennyi mellékút az jó minőségben járható legyen. Itt a térség szempontjából ez az út épp úgy fontos, mint az Abáczaló-Kunhegyesi szakasz, illetve a rendkívül lényeges Füzesabony-Tiszafüred útvonal, amelynek a felújítása, a híd felújítással együtt zajlik. Nem okvetlenül a megyét érintik, de hát ezeken közlekedünk. És én biztos vagyok abban, hogy ezt a programot tudjuk folytatni az itt élők javára és a közlekedés biztonsága érdekében. Én szeretnék gratulálni az önkormányzatoknak, mindenkinek, aki itt él és közlekedik, a kivitelezőknek, tervezőknek, akik előkészítették és végvitték ezt a munkát. És ami nagyon fontos, elhangzott a közlekedés biztonsága is, tehát ez azért nem egy ilyen űrrepülőgép felszálló pálya, itt néhányan kipróbálják azt, hogy a gépkocsijónál mennyi a sebesség maximum, amit ki lehet belőle hozni, vigyázzunk egymásra. Én kihasználom a mostani alkalmat is, hogy becsüljük meg ezt a fejlesztést, lejjük benne örömünket, és minél kevesebb baleset történik itt, akkor annál inkább igaz az, hogy a térség javát szolgálja. Ezt mondjuk el mindenkinek, aki akár a médián keresztül jut ezekhez a hírekhez hozzá, vagy itt jelen van, hogy ez egy olyan fontos beruházás, amely a térség érdekében született, és az élet minőséget javítja, ne veszélyeztessük egymás életét, testi épségét, felelőtlen szágódással, gyorshajtással. Én még egyszer szeretném megköszönni a végzett munkát, és bízom abban, hogy az együttműködést, amely kialakult a térség szereplői, a megyei vezetés, és az útügy terület között azt a jövőben is tudjuk folytatni, és hasonló átadásokon tudunk a lakosság számára jelenteni, hogy a vállalt feladatot elvégeztük, és azt átadjuk a forgalomnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
ez egy nagyon szép útátadás, ugyanis ez a Karcak-Kumodras összekötő út, ami a megye egyik legrosszabb útja volt, mindaddig, amíg tavaly el nem kezdtük a felújítását, és ennek köszönhetően most az egyik legbiztonságosabb út lett a megyében. Most már csak arra vár ez a nagyon szépen, jó minőségben megépített út, hogy mi magunk emberek is biztonságosan közlekedjünk rajta, és betartsuk a szabályokat, és akkor tényleg mindenkinek csak az örömére fog lelni, mint ahogy egy útnak általában úgy is kell legyen. Láthatjuk, hogy hatalmas a forgalom rajta, itt nem csak a karcagiakról, a kumodrasiakról vagy a berekfürdőjekről van szó, hanem a turista forgalomról, az átmenő forgalomról, vagy ahogy miniszter úr mondta, a Nagyvárad-Eger közötti forgalomról. Tehát ez egy óriási forgalom, ami ezen az úton elmegy, és nagyon fontos, hogy elkészült a felújítás, és ez ugye folytatódik tovább Tiszafüred Füzesabony felé, tehát tényleg el lehet majd menni jó minőségű úton Egerig, mondjuk, ha valaki úgy szeretne. Mindenképpen folytatni fogjuk az alsórendi úthálózat felújítását. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen nem elég autópályákat és gyorsforgalmi utakat építeni, azokat meg is kell tudni közelíteni. Ezért nagyon fontos, hogy az alsórendi utakat is felújítsuk. Ez a program folytatódik. Nyilván nincs meg egyszerre az az 50 milliárd forint, ami ebbe a megyébe szükséges lenne a legrosszabb minőségű utak felújítására, hanem apránként, apró lépésekkel haladunk tovább. Ugye átadtuk két szakaszát a Tiszaföldvár mezőtúrútnak, a Jászságban, Jászdózsánál adtunk át egy útfelújítást, hamarosan átadjuk a Tiszagyenda Kunhegyes utat, és ezt fogjuk folytatni tovább ebben az ütemben.